Beregszászon születtem, de a gyerekkorom az nagy múzsaj. Ott volt iskolai igazgató édesapám, és ö, ö, magyar nyelvirodalom tanár édesanyám, ö, meg ő volt az osztály is. Tehát egy ö, ö, elég fura helyzet volt ez, de a negatív diszkrimináció. Volt jellemző a létemre, egy rossz jegyet kaptam, akkor nem kaptam sok olyat, de akkor rögtön apám irodájába találtam maga, magam már a szünetben is. Tehát rám nem mutogattak, úgyhogy bezzeg azért, mert igazgató fia. Viszont, viszont egy szabad gyerekkorom volt, és egy szépséges gyerekkorom volt, mert tényleg, ha a feladatot teljesítettem, ami kellett, és ez vonatkozott öcsémre, és aki agykutató, és ő is szép utat fut be, Vinyánszki Zoltán. Szóval, ha, ha megcsináltuk ami aznap ránk hárult, utána ott teljes szabadság eh, volt a miénk. És ez, ez jó, szóval sok-sok eh, energia ott halmozódott föl, én azt hiszem, abban a faluban. A hegy, a völgy, a, az erdő, 50 méterre tőlünk, eh, és ilyen pál utcai fiúk hangulatú gyerekkor. Eh, nagy-nagy szabadsága, még egyszer mondom. Anyám pedig megadta azt a muníciót, amit meg kellett, hogy kapjak magyarságból, hitből, és a színházat is neki köszönhetem, mert drámapedagógusnak mondják most akkor egyszerűen egy olyan magyar tanár volt, aki kis színcsapatot működtetett, és ott nőtt föl abban a kis történetben. Trizsolt, Rációska, a fiam, a ifjabb Vinyánszki Attila és én is ebben a csapatban, de még négy beregszászi színész. Tehát anyám volt a tyúkanyó, az inkubátor, és az egyik első gyerekkor érményem, ahogy Ludas Matyiként az osztálytársam veri a fenekemet, aki döbrögit játszottam. Úgyhogy lehet, hogy ott dölt el, hogy nem színész leszek, hanem rendező. Na, szóval most itt egy ilyen furcsa, hosszú mondatban próbáltam érzékeltetni, hogy hogy jó volt a gyerekkorom. Nem szerettem akkor se. A versenyistáló hangulatot nem is az volt, amiből kijöttem, és most sem. Szeretem a gyerekeimet, megóvom. Viszont, amit meg kell csinálni, meg kell csinálni. Tehát jó kellett tanulni. Apám mondata volt mindig, hogy ez a dolgot, fiam. A nagyszüleimet, akik szombathelyen éltek. Anyajágon, és amúgy meg Erdélyből jöttek, mert Déd nagyapám nem tette el a hűség esküt és Gyimes Büki vasútállomáson volt hivatalnok, és vagonírozták őket, és kerültek ki Magyarországra, és Déd nagyanyám van eltemetve, szóval. A határon túliság, a Trianon gondolat, az nagyon hamar beült ám, és nagyszüleimet két évente láthattam, ezt két, éven engedte, két évenként engedtek ki külföldre hozzájuk, és ha fölmentem a hegyre, a nagy hegyre, a híres nagy hegyre, ahol ott az aranybánya van, ami átkunk, ajándékunk ott Kárpátalján, Szóval onnan átláttam Magyarországra. Mikor sétáltattam a kutyámat, akkor átnéztem Magyarországra, ahova két évente utazhattam ki. Szóval ez azért úgy beül mélyen az ember lelkébe, és amikor nagyobbak lettünk öcsémmel, akkor egész évünket áthatotta az, hogy készülünk Magyarországra, és itt vagyunk nagyszüleimnél egy hónapot, másfél hónapot. Ez azért úgy ott van bennünk, de minden más az, az a semmiképpen se hátrány, mert egy másik kultúrával érintkeztünk, kialakult egy dacos fölvállalása a magyarságunknak, ott nap mint nap szembesítettek azzal, hogy mások vagyunk, mint az uralkodó nemzet. Néha ezt föl kellett vállalni, amikor a falusi csapattal ukrán faluba mentünk futballozni, akkor még esetleg egy tasli árán is, és, ezért ez egy tartást azért kialakít az emberbe. A világ legszebb helye. Meg ott a Tisza, meg a Borzsa nem messze, tehát nagyon-nagyon szép hely nagyon szép hely, és sokat köszönhetnek magának, annak a tájnak is, mert én nagy szerelmese voltam vagyok, annak a vidéknek, a vidéknek úgy általában, annak a kicsit lassúbb, kicsit elmélázóbb életformának, ami a vidékkel együtt jár, és, és megvisel a zsongás, megvisel a zsizsgés, megvisel a negatív energiáknak az áramlása, ami egy nagyváros jellemzője. És tudom, hogy ha ez a történetem itt véget ér a Nemzeti Színházba, akkor biztos, hogy mozdulok majd, mert én is, és a feleségem is vidéki típusú ember, meg vidékről származó, és és ugyan csodálom ezt a gyönyörűséges fővárosunkat, de, de élni inkább, inkább valahol nyugibb helyen. Nagyanyám szegény azt emlegette mindig, hogy átokül a családunkon, mert állandóan szétszakítatunk már. Ő meg a testvérétől, amerikás, magyar, a másikág. ág, Egerből, és a testvérét 16 évesen látta utoljára, és úgy értek le párhuzamosan, egyikük cleveland másikuk meg helyen. Szóval minden generáció benne van ez a szétszakítottság, és ő azt mondta, hogy ez egy átok. Hát ha átok, akkor az egész nemzetünkre átok, nem csak ránk, de ránk tényleg mindenhol vagyunk. A <laughs> szétszakított, így, hogy feleségem felvidéki, így, így meg mindenütt vagyunk. És gyerekkoromat úgy át Hát itt az, hogy jaj, tele, telepedünk ki helyre, megyünk ki, mert egyesítés, Mert hát anyám elszakadt a testvéreitől, szüleitől, és ö, hát nem engedték. Négyszer próbálkoztak hivatalosan szüleim, és nem kaptuk meg az engedét. Többek között azért nem, mert apám családja meg ungvári, és, 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 és azzal érveltek, hogy az a rész ott egyesül a családnak, a másik meg szakad. Tehát maradjunk ott, ahol vagyunk. Aztán mikor megkapták a szüleim, 89 környékén a letelepedési engedélyt Magyarország, akkor már nem akartak jönni. Úgyhogy ők ott is, hát most már sokat tartózkodnak itt a téli időszakban, mert hát koruknál fogva így az egyszerűbb, de ők mai napig ott vannak, nagy muzsai, ungvára mentem tanulni, az egy kényszer kanyar volt, hogy akkor a Szovjetunióban még törvényként létezett, hogy rendezői szakra csak egy meglévő diplomával lehet felvételizni. Úgyhogy én tudtam 14 évesen, 13 évesen, hogy én rendező szeretnék lenni, és, és hát ehhez el kell, hogy végezzek először egy másik egyetemet. És el is végeztem Ungváron. Aztán elben három évet kellett volna dolgoznom, de mivel magyar tanárból túlképzés volt Kárpátán, azért két év után megengedték, hogy felvételizzek, és akkor jött Kijev. És Kijev azért, mert minél közelebb akartam lenni azért Kárpátaljához. Aztán megkísértett, ott első év után hívtak Pétervára, meg hívtak Moszkvába tanulni. Ott jó sikerült, ilyen fesztivál szerepléseink voltak, és nagyon komoly Komoly kísértés volt. Pétervár egy helyi nevű tovstonogónak a tanár segédje vagy tanára hívott, hogy menjek Pétervára, de aztán maradtam ki ebben, és ott is fejeztem be. A, az egyetemet a színvészet itt. Előtte még két évig tanítottam szülőfalomban, és én azt nagyon-nagyon szerettem azt az időszakát az életemnek. Úgy voltam vele, ha nem sikerül, akkor, akkor, akár tanárként is úgy bennünk van, úgy látszik generációsan tanárszülők átadták ezt ez a fajta véna, de hát sikerült, és hát Kijev, Kijev az nagyon sokat adott. Kijev, illetve a művészeti vezető tanárom, ő a tanszékvezető is volt, aki megteremtette nekünk a lehetőséget, hogy tényleg Moszkva, Biliszi, Baltikum, tehát mindenütt voltunk, mindenütt, Nekrósusztorsz, Turoán át, Moszkvában egy fél évig néztük a nagy rendezőket, hogy hogy dolgoznak, akkor találkoztam először Anatolíva Szílevével, szóval megadatott az, hogy sok helyről kapjak impulzusokat. És ennek, ennek borzasztó módon örültem. És akkor második év végén egyszer hívott a rektor, hogy, hogy hív az államtitkár. Mégis mondom, miért hív az államtitkár? Szóval nem szerettem, én ezt soha volt egyszer egy ilyen KGB-s ügyem, Ungváron nem szerettem ezeket a külön valaki hív, aminek eredményként öt évig nem tudtam Magyarországra jönni, 80-tól 86-ig. Mindegy, ez egy másik történet, szóval azóta se szeretem a besugókat, nagyon nem szeretem a besugókat, és nem tudom fölmenteni semmilyen formában őket nyilván pedig kicsit szenvedtem meg, ahhoz képest, hogy emberek, hogy szenvedték meg az működésüket, ez tényleg semmi volt. Na szóval elmentem a államtitkárhoz, aki elmondta, hogy lehetőség van egy magyar színházat csinálni Kárpátalján. Mert hogy az egy áldásos időszak volt a kárpátai magyarságnak, mert volt egy olyan egy év, másfél év, két év, míg mi voltunk azok, akik Kell, demonstrálták azt, hogy hogy kell bánni a kisebbségekkel, és ilyen pozitív diszkriminációval részesültünk, és akkor alakult a Rákóczi Ferenc tanárképzőfőiskola, mint a legfontosabb kulturális intézmény a kárpátai magyarságnak. Egy ház kapott vissza egy sor fontos ingatlant vagyon, ha nem is mindet, lapok alapul, alakultak, folyóiratok, és hát a színház is szovjet tör, törvények értelmében egy 70 ezeres kis, kis városnak, vagy városnak már lehet színháza. Mi ugyan nem voltunk Beregszázban a 70 ezeren, de a környező falvakkal együtt 70 ezer volt körülbelül a magyarság száma, és ezt meglovagolta az akkori helyi vezetés, és legyen kárpát Magyar Színház, Beregszáz Magyar Színház. És mert tudták, én voltam az első magyar ott azon a, az egyetemen, hogy én vagyok, az államtitkár megkérdezte tőlem, hogy én segítenék el megszervezésében. Ilyen egyszerű volt az egész. Na most nem hittem benne, ezt mindig elmondom, hogy nagyon nem hittem benne, hogy lehetséges, egy tisztességes osztályt, egy jó minőségű társulatot összerakni 170 ezerből, mikor mondjuk Ukrajnában akkor még 50 millióból válogatták az osztályt, meg, meg az osztályokat Magyarországon 10 millióból, és nem tudom, ezer gyerek jelentkezett egy év, első év folyamra. hogy lehet az, hogy beregszázban létre tudunk hozni valami valóban jót, de úgy gondoltam, hogy rajtam ne akadjon meg ez a történet. És akkor tényleg az volt, hogy második év nyarán végig jártam Kárpátalja összes olyan intézményeit, ahol magyar gyerekek tanultak és érettségiztek szak középiskolát, középiskolát, és mindenütt mondtam, hogy jövőre indul színész osztály. Tessék elrakni itt a fejben hát ha valakiből itt színész lesz, minden iskolát végigjártam mindet. És következő éven össze is jött egy 140-150 gyerek, messze több, mint gondoltam, és bereg Százmon előrostát csináltunk, és aztán fölvettük az osztályt, ahol a Trizsolt járt, ahol a Szűcsner, a Varga Jóska. És nem, hogy az egyik legjobb osztály lett kiebbe, hanem a legjobb osztály lett, és amikor átjöttünk Pestre részképzésre, a Színvészeti Egyetemre, akkor itt is azzal kellett szembesülnöm, hogy egyáltalán nincs mit szégyelnünk. Sőt, hát van egy-két olyan egyéniség az osztályban, amilyen egyéniség nem, hogy minden évben nincs, hanem tíz évente, ha van, meg húsz évente. És egyre inkább megszerettem ezt a helyzetet, és mint ahogy az elején említettem, ilyen vidéki típusú emberként úgy kitaláltam magamnak, hogy élek abban a pici városban, bezárva, ilyen nagyon zárt körülmények között volt egy példa is erre nekem, Ponyi a Baltikumban egy ilyen kisvárosban egy remek színház működött. Így, és majd fesztivállokra kirajzunk. De ott leszünk megbecsülten, nagyon-nagyon a munkára, nagyon-nagyon a szakmaiságra gondolva. És úgy, úgy lassan megbarátkoztam a gondolattal, hogy nem fogadom el, mert Kiebe főrendezőnek hívtak a Nemzeti Színházban, nem mentem, egy csomó helyre hívtak, nem mentem, sőt, akkor volt a nagy stúdiószínházi, alternatív színházi boom. Ukrajnában is, meg Szovjetunióban is, és nekem a Színházi Szövetség felajánlotta azt, hogy csináljak egy kis társulatot, és ők támogatnák ennek a kis társulatnak a működését. Egy produkciót létre is hoztam Csehó Fekete Barátok című novellájából, vagy Fekete Barát című novellájából, de úgy döntöttem, hogy marad Beregszáz. Ez egy ilyen sorsfordító döntés volt. És mire odajutottunk, jutottunk, persze nem tudom, milyen részletesen kell itt erről beszélni, de mire oda jutottunk, addigra, addigra, ugye kiderült, hogy se színházépület, se lakás, se költségvetés, semmi. Tehát a nagy semmibe potyantunk bele. Egy évvel a osztály diplomázása előtt elkezdtem kongatni a harangot, mert addigra új vezetője lett a járásnak, aki az egész szinte nem tudott semmit és hát össze sikerült hozni egy találkozót Beregszázban, 92-ben András Bertalan és a miniszter miniszterasszony leült, hogy hogy is alakuljon meg ez a magyar, sosem volt Kárpát-aján tudni, hogy állandó társulat, sohasem működött hivatásos. Mindig befogadták a városok a vándortruppokat két-három hónapra, telente össze tavasszal, hogy legyen egy hivatásos társulat. Na hát így indult el az egész. Kényeztetve voltam az elején, azt így az előbb már úgy sugaltam, mert például ez a Fekete Barátok, ez megnyerte a szovjet színművészeti főiskolásoknak kiírt ilyen, tehát egyetemisták számára kiírt ilyen fesztivált. Tehát rögtön úgy a nevem elkezdett, akkor, akkor hívtak el Pétervára például hogy menjek ott, fejezem be a tanulmányaimat. Akkor figyeltek úgy föl rám, akkor lettem hirtelen egy ilyen ismert névé az ukrán, és a szó bizonyos értelemben a szovjet szakmában is. És, és, utána több olyan előadásom volt, amelyik, amely, hogy mondjam, azt jelezte, hogy nem lesz gond a munkával az elkövetkezők, mert elkezdtek nagyon sok helyre hívni össze-vissza. Ha Beregszászra gondolok, ez is ellentmondásos, mert ugye két, egy, még csak kettő, másfél év után szétszakadt a társulat, és amit addig csináltunk, az eltűnt a sülyeztőbe, tehát a meglévő repertoárunk. Nehéz volt nagyon valóban, nem ért el az 1000 forint, 800 forint volt az én igazgatói fizetésem. Tehát egy kanna benzin, mindig ezt mondtam, viszonyításul, mert egy kanna benzin volt, és ennél csak kevesebb volt a színészeké. Tehát tényleg nagyon-nagyon nehéz volt. Mindezt úgy kell érteni, hogy azért a társulat egy jelentős részét hívták, tehát Rizoltékat a Színvészeti Egyetemről hívták már ide Pestre színházhoz, hogy nem menjenek haza. És én is egyetemistaként már Szerbi, Jugoszláv, még Jugoszláviába rendeztem, nem, Csehszlovákiában rendeztem. Tehát egy csomó lehetőségem volt. De akkor eldöntöttük, hogy nem megyünk sehova, és én három évig ezt álltam is, majd négy évig, csak beregszáz. Mert úgy éreztem, hogy ez nem lesz etikus, hogy itt nyomorog a csapat, én meg elmegyek, és viszonylag jó pénzt keresek mondjuk új vidéken. És hát nagyon nehéz volt, és szétszakadt, és a szakadás után a semmiből kellett az alig valamit újra teremteni megint. Ugye volt egy I.S. Gyulánk, volt egy Szent Ivániálunk, volt egy, egy koldusoperánk, ezek megszűntek, ezek az előadások. És akkor gyorsan összeraktam egy kis koncertet, azzal elkezdtünk falúzni, azt mondtam, nincs színházunk, mert hát színházunk az nem volt, most se fejezték még be az építkezést, ugye 25 éve már megy, és még mindig nincs kész a Beregszázi Színház. Tehát színházunk nem volt, azt mondtam, hogy minden faluba, ahol magyar ember él, azt meglátogatjuk. Nekem, ha most így vissza kell gondolnom, akkor a gyilkosság a Székesegyházban. Ugyan már a Godóra várvával már fesztivál nagy díjat nyertünk, Lembergben meg Lengyelországban meg voltunk díjaztak, de a gyilkosság a Székesegyház az volt az a az az előadás, ami úgy egyszerre a Veregszázi Színházat így földobta nemzetközi szinten. Tehát e, Torumba akkor a, az az egyik legjobb fesztivál volt Európában. Kicsit a Bitev-től vette át a staféta Lengyelországban. És ott az egyik fődíjat. De úgyhogy Peter Brook volt ott, Anatolí e, e volt ott. Szóval ilyen rendezők voltak azon a fesztiválon. És az egyik fődíja miénk volt a Gyilkosság a Székesegyháza. És ekkor rögtön elkezdtek hívni össze-vissza, utazgattunk is, és tényleg megvalósult az, hogy ott vagyunk abban a pici városban, faluzunk, és akkor mondjuk Moszkvában játszunk, és két nap múlva meg, nem tudom én, Péter Falván, szóval teljes, teljes gyönyörűséges életté vált ez. A gyilkosság a Székesegyház meg, meg mind az üzenetében, mind abból a tényből adódóan, hogy templomokban játszottuk nagy részt az előadást, mert nem volt hol, bepróbálkoztam a katolikus egyháznál, hogy tessenek engedni, hogy mi színházból helyett a templomba játszunk. Azt hittem, hogy nem engedik meg, de megengedték. És az én lelki fejlődésem szempontjából is, a színház szerintem kiteljesedése szempontjából is, meg a legfontosabb színészeim élete szempontjából is, ez egy, ez egy meghatározó előadás volt. Beket Tamás sorsa most is megborzongok az első előadás kapcsán, ha visszagondolok, hogy, 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 ugye a pap meghirdette, hogy vasárnap előadás lesz a, misén, és akkor eljöttek a nénikék, bácsikák. Na most ez, ez a legmagasabb költészet a gyilkosság a Szerintem fogalmuk se volt, mi zajlik. De volt kijött a karácsonyi prédikációra, ugye a két felvonás között, és, és Fölment a szószékre, és úgy kezelték, mintha pap ment volna föl, és keresztet vetettek, és fölálltak, meg leültek, és akkor megéreztem, hogy, hogy valami csoda történik, és, és, és mindaz a gőg, ami bennem volt, hogy én ilyen elitista színházat csinálok, és nem érdekes a közeg, hanem én. én, én, én én a világ színházat fogom megváltani újító gondolataimmal, az úgy elszállt, és szégyeltem magam, és most is szégyenkezve gondolok vissza az első két év nyilatkozataira, amiket tettem, mert rájöttem, ha van kiért dolgozni, akkor azokért az emberekért, azért a közösségért, ahonnan mi vétettünk, ahol felnőttünk minnyáján, ezekért az emberekért kell tennem. És ez a gyilkosság a székesegyházban ahhoz kapcsolható ahhoz. És akkor utána sokkal egyszerűbb lett minden, könnyebb lett mindenkinek a lelke. Én úgy gondolom, hogy sok kunk lelke lett könnyebb. És másként kezdtük el azt a színházat csinálni, másként kezdtük el azokat az embereket szeretni. Ez az igazság. Első pillanatok kezdve krízisek tömkelegén át zajlott a mi kis életünk. Nem volt nem volt tisztességes támogatásuk mostanáig sincsen. Tehát a Nemzeti Színház, vagy a, amíg Debrecenben voltam, a Csokonai Színház volt a legnagyobb szponzora, a Veregszáli Színháznak, most meg a Nemzeti Színház a legnagyobb szponzora azzal, hogy itt játszanak a színészek, és a veregszázi előadások itt mennek, és hát ezekért pénzt kapnak. Nagyon nehéz körülmények között dolgoztunk, és, 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 egy sor feszültség fölhalmozódott, és éreztem, hogy nyitni kell. Nekem is szakmailag nyitni kell, egy kicsit mozdulni kell, mert elfáradtam a napi tuszakodásokban. És úgy jött először az új színház, majd az Operaház Budapesten. Ajándék mind a kettő. És hát úgy, úgy a semmibe lett csak Debrecen. Úgy, úgy Debrecen ez volt talán a legkevésbé közünk. A vidéki városok közül Magyarországa. Mert a Vereksi Színház aztán, aztán minden várost, minden helyet végigjátszottunk, tehát mindenütt ugyan előadásokat csináltunk, amit szeretett a közönség, volt négy-öt olyan előadásunk, amit bármikor el tudtunk adni, ezek még ma is léteznek, több közülük ma is létezik. És egyszer csak Debrecenből megszólított a város, megszólított az alpolgármester, Turi Gábor járt utánam, így előadásról előadásra, hogy menjek Debrecenbe, menjek Debrecenbe. És hát az egy nagy döntés volt. Nagy döntés volt, hogy lehorgonyzunk Debrecenben, és én, aki nem ismerem a vidéki színház csinálás ügyes-bajos dolgait, nem tudom, hogy milyen ez a gyár, ez egy hatalmas gyár, Debreceni még bizonyos értelemben nagyobb, mint a Nemzeti Színház, mert több alkalmazottja van az opera tagozat miatt, beálltam, és megszerettem Debrecent, meg meg. Az egy élhető, egy jó város. És ugye mondják, hogy egy ilyen konzervatív, nem tudom én, ezek is mind sztereotípiák. Tehát a vidéki néző nagyon jó néző, ám, mert nyitottabb sokkal néha, mint a pesti. Érzékenyebb, nincs annyira elkapatva, kevésbé gőgös, kenésbé snob. És, és a város elfogadta a kísérletezéseimet. Tehát az akkori vezetés, azt kell, hogy mondjam, hogy minden tisztelet. Első év alatt sikerült 7900 bérletesből ledolgozni a bérletesek számát 5000-re. Tehát már idézőjelek között sikerült. Tehát, hogyha ott nekem azt mondja a Kósa Lajos, hogy Köszönöm, Attila, nagyon szeretem, amit csinálsz, de hát ez a város nem akart téged, akkor nem mondhattam volna egy szót se de a bizalom megvolt, és én két év múlva, vagy én úgy adtam át, hogy 13 ezer bérletes volt a színházban, és két év múlva már több volt, mint két évvel az előtt. Szóval, és, és hát annak a városnak azért egy nagyon komoly kultúráis múltja van, és az úgy megcsapott, és úgy, úgy alázatot váltott ki belőlem az egész református létott. a kollégium, a hagyományok, minden utca sarkon valami kötődik valakihez, Szóval ezt én így először éreztem meg, és, és befogadott a város. Azt kell, hogy mondjam, három gyerekem született a városban, úgyhogy azok ők debreceniek, tehát azért ez ez komoly dolog. Tehát De Debrecen volt a következő lépcsőfok, és ez olyan, mintha ki lett volna találva, és valószínűleg valahol az egekbe ki is találódott, mert ennél, ennél szebben felépítve egy élet, az életemet nehezen tudtam volna. Volt a pici Beregszázi Színház, aztán egy nagy intézmény, az összes nyügével, bajával, amit szintén meg kellett tanulni, vezetni igazgatni, és én nagyon büszke vagyok rá, mert végig kell nézni, repertoárral szólítottuk meg a, nem, a csokonaival, a várost, és, és hát jött a néző, és, és értő néző nevelődött lassan ki a kezünk alatt, és aztán jött a nemzeti, ez volt a következő lépcsőfok ö, ö, nyilván a legnagyobb feladat, ami amit magyar színház csináló kaphat a nemzeti igazgatójának lenni, a legcsodálatosabb feladat. Álmaimban volt ott valahol Debrecenben, még Beregszázban nem volt ez. Viszont Debrecenben az is megfogalmazódott bennem, hogy mindig is nemzeti színházat csináltam, ezt mindig is mondom, mert én Beregszázban is nemzeti színházat csináltam. I. és a Magyar Nemzeti Színházat. A Csokonai Színház az én vezetésem alatt lett nemzeti státuszúvá, tehát még nevükben is azok, tartalmukat tekintve meg mindig az volt nemzeti színház, az a színház, amit én csinálok. Alapfölállásból filmrendezőként szerettem volna működni és valóban létezik egy 13 éves koromban írt dolgozatom, édesanyám állítólag őrizgető azt mondja, hogy igen, ahol én leírtam, hogy rendező akarok lenni, és három gyereket szeretnék az életben, ilyen megfogalmaztam magamnak így a élet utamat vagy vágyaimat, de a koromban részt vettem egy forgatáson, egy borzalmas forgatáson, egy ukrán partizánról, borkanyukról csináltak filmet, én voltam a szakértője a magyar nyelvnek és a ukrán színészek szájára kellett illesztenem a magyar káromkodásokat, akik magyar csendőröket játszottak és gyötörték a szegény ukrán partizánt. Szóval annyira rossz volt az élmény, hogy mikor Kievben ott álltam, a irodában és jobb oldalt emlékszem, volt a filmrendezői asztal, oda azoknak kellett menni, akik azok, kellett a papírokat aláírni meg beadni. Balra meg a színház, így megálltam és a színház felé mentem, de ez ott dőlt el abban a pillanatban. nagyon szerettem viszont, és most is nagyon szeretem a filmet, és, és hát azért, azért amikor én fölnőttem, a 60-as, főleg a 70-es évek, azért a filmművészet az nem az volt, mint most. Akkor még tényleg művészet volt a film. Most már csak foszlányaiban, és itt-ott talán néha. Másról szólt, másról szólt, nem, nem a biznisznek volt ennyire a, az eszköze, mint most és, és, és hát Tarkovszkin nőttem föl, meg Fellini nőttem föl, meg, meg Mihalkovon nőttem föl, de Huszárikon, de Szabó Istvánon, de olyan, szóval ezek úgy, úgy 70-es években ezek úgy, úgy, úgy beleépültek a tudatomba ezek a nagy filmek, Bergman filmjei, ezek úgy lerakódtak bennem, és én filmrendező szerettem volna, én filmet szerettem volna csinálni így indultam neki a történetnek. És nem éreztem azt, hogy most egy faluból jövök, hogy ez valami hátrányol, hátrányt jelent, szóval soha sem éreztem ezt, soha. Én úgy gondolom, hogy nem egyedül mentem oda a színházi asztalhoz, hanem megfogták a kezemet fentről és oda vezettek, mert ezt nekem végig kellett ezt az utat csinálnom meg, ami még előttem van, és remélem, hogy van még, végig kell csinálnom. Ha a lelkem legmélyét kutogatom, akkor nyilván ez a zsongó napi feladatok a tömkelegét, a vállamra pakoló jelenlét, ez, ez nem annyira az én életem. Tehát ezért ez tény. Tehát én, én sokkal sokkal visszahúzódóbb vagyok, sokkal szemérmesebb vagyok, sokkal kevésbé élvezem Látom kollégáimat, hogy szeretnek szerepelni, fellépni társulati gyűléseket tartani, fogadásokra menni, protokoll rendezvényeken részt venni. Na most ahonnan tehetem, onnan menekülök, most is mindig is ilyen voltam. Tehát nyilván évente leforgatni egy filmet, vagy két évente, és aztán készülni rá, és aztán ülni egy stúdióban, és vágni azt a megadatot, hál' Istennek legalábbis egyszer úgy igazából a szarvassá változott fiúval, és hát volt egy ilyen tévéfilmes történetem is a, a, a öt, ö, Liberty 56, 10 évvel ezelőtt még, amit csináltam. Szóval az lehet, hogy közelebb volna az én, közelebb áll az én habitusomhoz. Miközben meg a színház csinálásnak a. Ö, ö, hétköznapjait, vagy hogy mondjam, a próbát, én nagyon-nagyon szeretem. Tehát sok rendező kollégámmal ellentétben, akik azt mondják, hogy nem szeretik. Viktor Izsakov szokta mondani, hogy van egy, van egy zseniális orosz szakkönyv, egy Maria Josifovnak nébel írta, kis Stanislavski tanítvány, és az egyik legnagyobb színház elméleti szakember eh, hölgy. Eh, ő írta, hogy eh, Szere, ö, 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 hogy fordítsam le, tehát a próba, ö, ó, én szerelmem. E, és akkor Rizsakov szoktam mondani, hogy azt fogja megírni, hogy próba, ó, én nem szerelmem, vagy valami. Szóval én szeretek színházat csinálni, én szeretem a próbát, ha az olyan. Ez, ezt is két részre választanám, mert ugye egy repertoár színházban ülve, egy ilyen gyárban ülve az ember gyári feladatokat hajt végre, nagy részt ki kell törni ebből. Ez nem olyan, mint Beregszász, hogy 8-10 hónapig próbáltunk meg. Ha éreztem, hogy nem megy a próba, akkor két óra után abba hagytam. Ha meg éreztem, hogy megy, akkor nem siettek el kettőkor a színészeim, vagy nem tudom, hanem belepróbáltunk az éjszakába, teljesen függetlenül attól, hogy mikor lesz a bemutató. Mert most megy. Na most itt ez nincs, tehát itt egy gyárban vagyunk, itt nagyon keményen be kell tartani az időpontokat, be kell tartani a határidőket, és még így is szeretem. Szóval, hogy mondjam, még így is tudom élvezni, mikor valami alakul. Ez egy ilyen nagy teremtési aktusám. Tehát a semmi, és akkor egyszer csak lesz benne valami, egyszer csak lesz benne élet. Tehát egy kicsit teremtőként érzi az ember magát ott lenne a rendezői félhomályban és olyan jó, amikor megszólal, amikor úgy elképzelsz valamit, és akkor összerakódnak az elemek, és látom, hogy működik, és, és látom, hogy ez jó. Szóval ez, ez nagyon nagy érzésám ez semmivel sem hasonlítható. Ez nincs a film, filmnél, mert ott nem látod egyből. Úgy érzed, hogy talán ez a jelenet megvan, azt úgy érzed, de azért nem ugyanaz, mint amikor a színházból ott meg is születik. Viszont a filmen egyszer megvan, az megvan. A színházban meg megszületett tegnap, és ma nézem, és romokban sícs, szóval ez meg a másik gyönyörűség a színháznak. Én úgy gondolom, hogy itt még van feladatom. Sok mindent elértünk, négy év van mögöttem, mögöttünk, fölállt egy rend, amely rendet úgy megálmodtunk az elején, hogy milyen, vagy rendszer, inkább így fogalmaznék, mert néha elég nagy rendetlenség van, és küzdök ellene, de egy rendszer, amiben működik a színház, és így, ahogy ez a színház működik, más színház nem működik Magyarországon. Így a nemzeti színház működik. Egy olyan fajta struktúra, egy olyan fajta modell, ami korábban nem volt és ezt úgy megálmodtuk előre, ez benne volt már a pályázatunkban, azzal, hogy, hogy egyszer egy előadásokat létrehozó működtető színház vagyunk, meg kicsit érezve azt a gigakonfliktust, ami a vidék és főváros között feszül, amiatt, hogy egy kétmilliós város után a következő 200 ezeres, mint második legnagyobb város Debrecen, a vidék és főváros közötti hitteremtés érdekében a befogadott előadások rendszere, amit fölépítettünk. Tehát évente majd száz előadást fogadunk be. Átlagosan tavaly többet fogadtunk be vidékről, másfajta színházi műhelyekből. És hát még egy csak ránk magyarokra jellemző, vagy ránk leginkább jellemző plusz feladat az, hogy nekünk külhon. Van is élnek konfitársaink, és oda is hidakat kell építeni, határon túról is be kell fogadni előadásokat. Tehát ebben a színházban működik egy olyan színház, amelyik előadásokat hoz létre, meg működik egy befogadó színház is párhuzamosan, amelyik befogad előadásokat, sok-sok előadást. És akkor működik még egy harmadik színház is, amelyik misszióval tűzte ki maga ö, elé azt, hogy mindenütt jelen legyen és csak határon túl tavaly voltunk 28-szor, ami egy óriási szám. Hát mindenki tudja, hogy, 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 egy vendégjáték az három itthoni előadással, vagy öt itthoni előadással fölér, és mi végigjártunk, mindenütt voltunk, felvidéken, Kárpátaljan, Erdélyben, Vajdaságban, és vidéken is. Legalább ennyiszer, tehát egy utazó színház is működik itt, mert én úgy gondolom, hogy, hogy Vasváron pont ugyanolyan fontos játszani, mint Budapesten. Vagy, mert hogy ott és játszottunk tavaly. Vagy, vagy, vagy Kapolcson ugyanúgy fontos ott lenni, vagy az Ördögkatlanon ugyanúgy fontos ott lenni a fesztiválon. De a Nyiregyházi Színház 35. évfordulóját, a társulatét, azt is meg kell ünnepelni. Tehát működik egy ilyen utazó társulat is itt a színházon belül, és akkor van még egy plusz még egy utolsó felütés az a nemzetközi életünk, aminek a legnagyobb szelete természetesen a mitem, Madás Nemzetközi Színházi Találkozó, amelyik egy abszolút sikertörténet, negyedszer itt a világ krémje, a leg, -leg, leg legek vannak itt most már negyedszer, és, és nagyon büszke vagyok rá, egy nagyon zárt, nagyon kirekesztő, nagyon belterjes színházi élet a magyar. És egy rés a falon, Például ez a fesztivál. Azzal, hogy behozzuk a világot, és jöjjön a szakma, nézze, jöjjenek a fiatalok, és nézzék, hol tart most a világ. Különben hogy tudjuk magunkat elhelyezni, itt rangsorokat hozunk létre magunknak itt belül, aztán az ember átlép a határon, és a elmagányosodik, alig van rendező, akinek külföldön valahol valamilyen neve van. Itt viszont ilyen nagy rangsorok vannak, és nem tudom, és hazug hazug hasonlítgatások. Szóval nagyon fontos, hogy megtermékenyítse ezt a színházi életet, amelyik önmagában véve meg csodálatos, mert fantasztikus az a magyar színház élet, amit mi élünk itt, mennyiségileg lenyűgöző, tehát azzal, hogy, hogy minden 50. kilométer vagy 50 kilométerenként van egy társulattal bíró közszínház. Ez egy ez egy nemzeti kincs, az, hogy 600, 6 millió 500 ezer nézőnk volt tavaly, vagy 6 millió 800 ezer. Hát alig van ország a világon, ahol több volna a lakosság, észteknél van több. De hát a németek, az olaszok, a franciák, ezek mind messze lemaradva, angolok, hoho, -ho, és, 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 és ez egy kincs, egy gyönyörűség, és, és kell, hogy, hogy, ez most nyisson, mert fesztiválunk meg nincsen. A szlovákoknak több van, a cseheknek több van, miközben a színház életük eltörpül a miénk mellett. Miért van az a lengyeleknek, a románoknak? Tehát a mitemre nagyon büszke vagyok, és most már mi is elkezdtünk kimozdulni. Tehát a, ebben, a, ebben a szezonban, Rómától, Rómában, Párizsban, Péterváron, de most ősszel, e, Toronto, e, Pétervár, Moszkva, e, de Szebenbe, e, nagyon jó fesztivál, a Szebeni Fesztivál, az egyik legjobb nemzetközi fesztivál. Szóval egy, létrejött egy ilyen színházi modell. És az egésznek még az eszenciájához a diákképzés is oda tartozik, hisz Kaposvárral együttműködve itt már egy generáció kinőtte magát. Most hat végzős diákot veszünk föl Kaposvárról a társulatba. Tehát ez mind ez a színház, ez mind, 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 mind mi vagyunk a sok-sok egyéb produkcióval, meg befogadott történettel, a, a Roma holokausztól, a Fogyatékosok világnapjáig, ezt mind mi csináljuk. Szóval ez egy hatalmas, elég végig vagy végig se tudom mondani, hogy mi minden zajlik itt egy évben. Tehát ez fölépült, de a társulat még nem egységes biztos, hogy tenni kell még ilyen szempontból. A nemzetközi életünk is még falakat kell áttörni, azért én erőteljesen meg lettem ám bélyegezve az igazgatói váltáskor, és még ha Párizsba elmegyünk a fesztiválra, és rámegyek érdekességképpen a nevemre Franciaországban, akkor az jön ki, hogy homofób, fasiszta. Szóval még mindig. Tehát még azért komoly-komoly falakat kell áttörnünk. És a repertoár kialakítása kapcsán is sok-sok olyan fontos mű nem került még műsorra, amit szeretnék. Például az ember tragédiája. Most a bang -bang bekerül szeptemberre, ha minden igaz, a repertoárba. Mozgókép hiánya. A, már Debrecenben is azt csináltam, hogy filmet vettünk föl a színházon belül. E, itt még nem tudtam ezt megcsinálni, nem futott a idő e, erre, de e, még megcsináljuk. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt négy év egyik legfontosabb előadásra született meg a Csíkszoméi pasió e, címen itt a Nemzeti Színházban. Együtt a Nemzeti Tánc Együttessel, ez már a második közös produkciónk. Egy olyan színházi előadás, ahol már színházi nyelv tekintetében is egy, hogy mondjam, szívemhez közel álló nyelven tudtam megszólalni. Üzenetét, lelkiségét tekintve a leglényeg. A leglényegesebb dolgokról beszél, számomra a legfontosabb dolgokról, ahol most tartok az életben, mindenképpen a legfontosabb kérdéseket veti föl, és egy jó előadás született, szerénytelenség nélkül tudom mondani, és hat ez az előadás. És, és, és szeretném ezt az előadást, ez most egy ilyen direkt úgy, találtam ki, hogy legyen egy ilyen szűkebb, szűkített formában. A közönség fönnül a színpadon, 200 embernek játsszuk, hatalmas díszletek ölelik át, Székely Laci bácsival találtuk ki a teret a közönséget, és ott játszódik Jézus története előttünk, fölöttünk, alattunk, mögöttünk, mindenütt. És akkor most ezt szeretném kiteríteni, lejátszani tízezer embernek, Csíksomjón egy igazi nagy lelki történés keretén belül. Nekünk nagyon sokat adott a próba folyamat, nagyon sokat ad minden este az előadás. A nézők reakciója az egészen gyönyörűséges, és megható, és szívhez szóló, és hitet adó, és energiát adó az elkövetkezőkre. Most én ezt nagyon szeretném, hogyha ezt az előadást együtt élnénk át tízezer emberrel fönn a nyerekben. A szerzetesek igent mondtak, jövő nyáron lesz egy előadás biztos, aztán már meglátjuk, hogy Erdélyben tudjuk-e máshogy játszani. De már azt tervezgetjük, hogy Magyar Földön is lejátszuk, Rátó Tizoli játsza Péter Apostolt, hogy játsszuk le ott is, de nagyon-nagyon szeretném Gyulán lejátszani. Szóval szeretném, hogyha ez az előadás valahol a névjegyünk lenne most így a ötödik év elején. Próbálom nyalogatni sebeimet és kipihenni magamat egy gyönyörű családban, ahol a lényeg a feleségem, aki egy felvidéki csodálatos asszony, és van a gyerekem, kettő már kirepült ebből a történetből, van még négy, két fiú, két lány, akik, akik ott vannak körülöttem, és nap, napi szinten töltenek föl energiával és felettetik el a világ összes csúnya dolgát, mert gyönyörűek és, és tehetségesek, mint minden gyerek, és zseniálisak, mint minden gyerek, és az a feladatunk, hogy azok is maradjanak felnőtt korukra. És hát ez egy védett, nem igazán mutogatott, eldugott része az életemnek. Hál' Istennek ebben a feleségem is partner, mert őt rábeszélni arra, hogy mondjuk egy mint műsorban velem együtt megjelenjen a szinte lehetetlenség, és akkor ott, ott van a, 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 az, a, az, a, az a közeg, ahol igazán föl tudok oldódni, és, és el tudok bújni, és, és el tudok mélázni, és ettől tudok ábrándozni. Ugye négy fiú után jött két lány, és az egy egész más érzés, lányos apának lenni, és hát az ő ragaszkodásuk, meg az ő rajongásuk az egy másik féle rajongás. Mindenkit buzdítok, kinek fia van, hogy mindenképpen lányig menjen, mert érdemes lányos apának lenni. Szóval hát persze, hát gyönyörű családunk van. Minden nap hálát mondok a Jóistennek érte, és az elsődleges kérés és könyörgés, hogy ez így maradjon az ember akarva akaratlanul, ha színházat csinál, ha a nemzeti színházat csinál, akkor kötelező is, meg hát érdekli is a dolog, hogy hogy csinálták az elődök. És én úgy gondolom, hogy az elmúlt évszázad egyik legnagyobb színház csinálója itt Magyarországon a méltatlanul meghúrszolt és, és, feledésre ítélt német Antal, aki, aki kapcsán én minden lényegeset, vagy az ő munkásságában föltalált, ami számomra fontos. Ahogy a magyar klasszikusokhoz fordul, ahogy a színpadi megvalósítás kapcsán újító, keresgélő attitűddel áll neki ált neki minden feladathoz, ahogy a nemzetközi életét a Nemzeti Színháznak megszervezte, ahogy a társulatot építette. Jövő évfordulója lesz, és szeretnék szobrot itt a, vagy szeretnénk szobrot alatni itt a Nemzeti Színház kertjében az ő tiszteletére. Szóval egy igazi nagy-nagy színház csináló polihisztor volt, és, és hát az ő leszármazottjaitól kaptam ajándékba ezt a diavetítőt, ez akkor egy forradalmian új dolog volt, vetített diszlet, ugye 60-70 évvel ezelőtt már vetített diszletben csinálta meg a csongar és tündét tulajdonképpen. Német Antal, szóval ő egy fontos, fontos személyiség, így szakmai támpont számomra.